adatik tudtára mindenkinek, hogy 1851. szeptember 29-én este 6 órakor Ürményi Ferenc Amonyi kastélyában színi előadást tartatik helybéli szereplőkkel magyarul. Székesfehérvár után a második műkedvelő színjátszó társulat a mi községünkben alakult. Dicséretére legyen mondva a helybéli színház szerető közönségnek. Szeptember 29-én este előadatik Kispaludi Károly a Pártütők című vígjátéka. A szereplők bemutatják, hogy hogyan járnak forrúgy az összeesküvés elméleteket gyártó túlbuzgó hivatalnokok. Az előadást idősebb Batternai Imre rendezi, hatalmas odaadással és rengeteg idegeskedéssel. Főbb szerepekben, inkább majd ott és akkor. De mi a lényeg? A kisbíró szerepében magam leszek látható és hallható. A belépés díjtalan, de adomány elfogadtatik, és az jótékony célra fordítatik. A közönség szíveskedjen hozni magával ülő alkalmatosságokat, úgy mint kis széket, lócát, kis hordót, padot, sámlit. Aki hoz, annak biztosan lesz ülőhely. Szeptember 29-én nagy szeretettel várja a helybéli közönséget a Nagyabonyi Színtársulat. Végre összejött. Imre annyira boldog. Képzeld el, hogy helybéli emberekkel sikerült egy műkedvelő színjátszó társulatot összehozniuk. Hónapokkal ezelőtt a postamesternél, tudod, a Rutkainé Kossuth Lujza asszony kereste meg az uramat azzal, hogy Kossuth Lajos szerint jó lenne műkedvelő színi előadásokat tartani. Hát Imre első szóra vállalta, mert nemes feladatnak tartja. Imre fiunk is nagy segítségére van. Jó ötlet manapság magyar nyelven színházat csinálni. Az osztrákok azt akarják, hogy Magyarországon mindenhol német nyelven beszéljenek az emberek, különösen a színpadon. Ha ott magyar szó száll, abból rebelül is lehet. Imre szerint magyar földön, magyar nyelven illik játszani. Aki német nyelven akar előadást nézni, az menjen Bécsbe. Kossuth Lujza azt mondta, hogy magyar nyelven játszunk, mégpedig Kisfaludi Károlytól a Pártütőket szeptember 29-én. A bátor emberek a pákozdi csata évfordulóján magyar nyelven, magyar színdarabot? Nem is véletlenül választotta ezt a két batternai. Csak azért is. Megmutatni, hogy élünk. Mégis élünk. Tudod, hogy hol van most a Kossuth Lujza asszony? Nem láttam mostanában. Elvitték a Kossuth gyerekeket az emigrációba. Talán még most is ott vannak. És hogyha nem is lesz ott Kossuth Lujza az első előadáson, a Nagyabonyi Színkör, akkor is az öröksége. Én is majdnem megszöktem. Lánykoromban egy vándorszínésszel a Keszi József színtársulatában játszott. Ígért nekem fűt, fát, csak azért, hogy megkaphassa ezt. De hamar kiderült, hogy csak színészkedik. Szerencsére sikerült megőriznem a lányságomat, és ezt azóta is őrzem. Kell kiabálni, Klárika, nem vagyok süket. Segíts nekem, légy szíves. Szeretném rendezni a díszleteket, de nem érek fel mindent. Te magasabb vagy, mint én. Biztosan tudsz nekem segíteni. Persze, hogy tudok.
Erre felmászol, és elérsz mindent. Mi folyik itt? Miért Klárának kell építeni a díszleteket? Mert én nem érek rá, bár úr. Na jó, jó. De hol vannak az emberek, akik a díszletet építik? 2 évvel a szabadságharc leverése után mégis hol lennének? A temetőben, börtönben, emigrációban, bujdosásban. Gyere, Ferko, segítsünk Klárának. Igenis, bár úr. Haradák István, bár úr hív, akkor bezzeg egyből ugrasz. Neki nem szoktak az emberek nemet mondani. Egyszer eljön az idő, amikor nekem sem mert nemet mondani. Hogy éred el? Úgy, hogy feleségül megyek hozzád. Fiatal vagy te még a házassághoz? Különben is. Ahhoz, hogy a feleségem legyen, meg kellene kérnem a kezedet. Pár év is olyan nő leszek, és úgy az ujjam köré csavarlak, hogy megemlegeted. Klára, létrára? Ez mégsem túl ötlet, bár úr. Klára mégiscsak szoknyában van, és ha mi tartjuk a létrát, felnézünk véletlenül közbe. Ebben teljesen igazod van, Ferko, akkor másszál fel te a létrára. Miért is kellett megszólalnom? Itt lesz az interab bemutatója. Gyönyörű ez a kastély. Az Ürményi kastély abony egyik büszkesége. Biztos vagyok benne, hogy még 200 év múlva is állni fog. Miért ezt a színdarabot választották? A pártütőket? Kisföldi Károlytól? Magam sem tudom. Talán paternai énbe szerette volna bemutatni, hogy a turmozgó hivatalnokok mennyire ostobák és nevetségesek. Nagyszerű, hogy nem kell följárnom Pestre, hogy jó előadásokat lássak. Elég átkocsiznom Újszászról Abonyba. Kiváltképpen örülök, hogy a helyi műkedvelő társulat mutatkozik be ma. István, mit csinálsz? Ha kevés az embered, told meg egy báróba. Nem esik le az aranygyűrű az ujjamról, hogyha dolgoznom kell egy keveset? Nem neked kellene a majd 70 éveddel a díszleteket pakolászni. Ferko, Klára! Igen? Keresétek meg a bujdosókat. Majd ők segítenek berendezni a színpadot. Szerintem. A bujdosókat? A 2 fiatalember, aki a szabadságharc főszisztjei voltak? Igen. Az egyikük alezredes volt, a másikuk ezredes. Üdvözlöm, báró úr! Tisztelt! Több hónap börtön után nem régen szabadultak. Érdemes emberek, befogadtuk őket. Még egyszer szeretném megköszönni a báró úrnak, hogy rendelkezésünkre bocsájtotta ezt a rengeteg díszletet. Látja, báró úr! Mivé lett ez az ország? Októberben lesz 2 éve, hogy Aradon kivégezték a tábornokokat. Igazán nincs mit. Örülök, hogy ezzel is hozzájárulhattam a magyar nemzeti kultúra ápolásához. Sokan lettek bujdosók, és sokan haltak meg. És mennyi gyermek maradt árván. Ez az előadás is az ő megsegítésükre szolgál. Még egyszer megköszönöm a báró úrnak, hogy a nagyabanyi színkörnek adományozta ezt a díszletet. Nincs mit. Menjünk, kész a tea. Később megbeszéljük. Sehogy se áll a díszlet. Hogy lesz ebből előadás? Nyugodjon meg, édesapám, minden rendben lesz. Hogy lenne rendben? Ilyen körülmények között nem lehet színházat csinálni. A színészek folyton elégedetlenkednek. Nekik így nem jó, nekik úgy nem jó, ne állítsam őket a színpadnak arra a részére, mert kitakarják egymást. Kit érdekel, hogy kit takarnak ki? Egy jó színész megoldja, hogy a közönség emlékezzen rá. Beszélhet akár egy parádából is, hogy emlékezzenek a hangjára. Túlagudj ezt a dolgot, édesapám. Persze, hogy túlagudj. Még be sem mutattuk a színdarabot, de már is akkora híre van, még Pestről is jönnek nézők. Talán még Bécsből is. Hanem, ha megbukik a darab, nem a színészeket fogják elővenni, hanem a rendezőt. Mert ő mondja meg, mikor mit csinálják. Azt fogják kérdezni, mi volt ez a borzalom, amit összehozott nekünk ez a Paternai Imre? Kisfaludi Károlynak egyéb dolga se volt a színdarabban, csak meg kellett írnia. A rendező majd intézi a többit. Jaj, de ideges vagyok. Te nem vagy ideges? Felbosszant a nyugalmat. Én is ideges vagyok, édesapám. Csak én nem mutatom ki. Mert ha tényleg nem sikerül az előadás, valóban Paternai Imrét fogják szívni. De nem csak édesapámat hívják így, hanem engem is.
Honnan tudja az a szerencsétlen magyar, akinek a nézők csak a hírt viszik az előadásról, hogy melyik batternait szidják előtte? Ha megbukik az előadás, megengedem, hogy nevet változtass. Jó napot! Jó napot! Jó napot az uraknak! Ide lettünk Citával, segítsünk a díszletekkel. Látja, édesapám, minden megoldódik. Értenek önök a díszletekhez? A szabadságharcban még zászlóaljakat irányítottunk. Elboldogulunk néhány színházi kellékkel is. Forgatjuk olyan jól a kalapácsot, mint a kardot. Bízzon bennünk, Batternai úr! Én ön kezében még kardot se láttam. Csak a pletykákat hallottam, hogy minden párbaját megnyerte. Igazi bajkeverő lehet az, aki ennyit párbajozik? A látszott csal, Batternai úrom. Biztosan tudom, hogy barátom forró, egy pár bajt sem kezdeményezett. Mindig belékötöttek, és a végén őt hívták ki pár bajra. Nagy darab ember, legalább lelkét. Az bizonyítja ez is, hogy mindig, amikor kihívták pár bajra, sosem ölte meg az ellenfelét. Mindig megkegyelmezett. Úgy van, megmutattam a legényeknek, hol lakik a magyarok istenem, de nem küldtem őket a szín elé. No, haladjunk. Míg mi megkeressük a színészeket, addig önök tegyék fel a díszleteket a helyükre. Ide kerülünk a tanácsháza, mellette a nézőközönség, vele szemben Hajnalki urad rezidenciája. Nem bántam volna, legalább az egyikük itt marad. Érdekel is téged a díszlet. Azért jöttél csak első szóra, hogy Radácsváró lányával, Katalinnal találkozhass. Hát, mióta a színjelöldásra készül szinte egész a bony, azóta Katalin folyton itt van az ő megnyitásában. Mit fognak hozzászólni a szüleik, ha megkéred? Mit szólnának? Feleségül veszem, akkor se házasodik rangon alul. Csak kicsit hosszabb lesz a neve. Több tintát kell az aláírásra elhasználnia. Akkor úgy fogják hívni, hogy Réti Antos Jánosné, báró magyar bényei Radák Katalin. János, János, annyi szép nő bolondul utánad. Miért épp a Radák báró lánya kell neked? Mit ér a nő, ha kívül szép, de belül üres? Katalin olyan kifinomult, olyan kifinomult. Fene enné meg! Ki volt az az ütődött, aki ide rakta ezt a vackot? Tényleg választékosan beszél? Úgy látszik, a szerelem nem csak vak, hanem süket is. János, bocsássa meg, nekem nem szoktam ilyen csúnyán beszélni. Tudom, Katalin, tudom. Mindenki ideges a színi előadás miatt, mintha gyerekek lennénk és most vizsgáznánk. Én is ma leszek életemben először színpadon. Látom, alakul a díszlet is. Én nem vagyok ideges. Én boldog vagyok. Boldog vagyok, ha láthatom. Minden nap láthat, hisz nálunk lakik. De ki tudja meddig? Mi a biztosíték arra, ha viszonzom az ön érzéseit, hogy nem gondolja meg magát és odébb áll hirtelen? Ki olyan bolond, hogy el akarjon innen menni? Itt vannak a legjobb termőföldek az országban. Nem hiába van annyi nemes embernek kúriája és földje a bonyban. Ráadásul itt vannak a legszebb lányok. De ön szebb, még a legszebb esély. János, ilyen ékes szólással magának kellene vezetni ezt a színkört. Biztosan remekül megállna a helyét színészként is. Remélhetem, hogy viszonozza az érzéseimet, vállalom a színkör vezetését is. Remélni remélheti. Még ma eldöntöm. Előadás után. Viszontlátásra! Ele, hallottad ezt? Nem csak szép, de okos is. Az okos nőkkel vigyázni kell. Tudod is, te... Én nem merném elkötelezni magam. Nehéz időket élünk. Bármikor azt mondhatják, hogy tovább kell állnunk, mert nem tűrnek tovább bennünket. Radák báró és a felesége igazi hazafi. Nem azért fogadtak meg bennünket a szabadulásunk után, hogy csak úgy kidobjanak bennünket. Nem is miattuk aggódom. Attól tartok, hogy a császár meggondolja magát, és visszatoloncol a tömlöcbe. Nem is kötelezed el magad, maradj mellettem a bonyban. Birtokomon mindig lesz számodra hely. Építünk neked egy házat. Ha el is mész, lesz mindig hova hazatérni. Köszönöm. Igaz barát vagy, János. Majd később befejezik, uraim, nekünk itt próbálnunk kell. Próbáljunk kicsit odé. Nekünk itt kell próbálni. Itt fogjuk csak tudni, hogy melyik színész hova álljon, hol jöjjenek be és hol menjenek ki. Erre szükségünk van a színpadra. Ha önök itt mászkálnak, kalapálnak, zavarják a színészeket a koncentrálásban.
színészek zavarnak bennünket a díszletezésben. Uraim, uraim, nyugalom, nyugalom. Fogják fel végre. Itt ma este a színészek és a honvédtisztek harcolnak a hazáért. A honvédtisztek karthelyett kalapáccsal, a színészek pedig magyar szóval. Osszák be az időt! Parancsára, sietünk, globaltán majd folytatjuk. Keresjük meg a színészeinket. Rajzolsz már megint? Az abonyi tájat. Minek? Hogy mindenki lássa, hogy milyen szép. Azért felesleges rajzolnod. Az emberek csak kinyitják a szemüket, és látják, hogy milyen szép az abonyi táj. Szépek a rajzaid. Igazi őstehetség vagy. Nem vagyok én őstehetség. A szabadságharc előtt Kecskemétre jártam, és ott tanultam rajzolni Jókai Mórtól. Ha, na persze. Annyit még én is tudok, hogy Jókai nem festő, hanem író. Azt, ami tanított rajzot. Ha tényleg ő tanított rajzolni, akkor jó munkát végzett. Klára, én nem a ma emberének rajzolok, hanem az utókornak. Az unokáim a rajzaim alapján látni fogják, milyen volt ez a város, amikor én voltam fiatal. Unokáidnak? Hoho, ezért rajzolsz? Ezért. Nem lenne egyszerűbb, ha hívnál egy fotográfust? A városra még rá se kellene szólni, hogy ne izegjen mozogjon, amíg elkészít egy fényképet. Elmondod, miről szól a színdarab, amit ma bemutattok a kastélyban? A pártütők. Pártütők, pártütők. A címet se igazán értem. Miért jó az embereknek, ha ütik a párjukat? Mert ez a címe. A pártütők. Tényleg jobb, ha elmagyarázom. A pártütés azt jelenti, hogy valaki összeesküvésző vagy lázadó rendszer ellen. És tényleg lázadnak a színdarabban? Dehogy, csak van néhány ostob a hivatalnak, aki azt hiszi. A kisbíró, az öregbíró, a notárius, a kántor elolvasnak egy levelet. A levél arról szól, hogy Hajnalfi Lászlót, a gazdag kereskedőt meg akarják lepni unokahúgai egy színi előadással. De a falu előjárói ezt félreértik, és túlbuzgóságukban önmagukat járatják le. Azt hiszik, Hajnalfi és társai összeesküvészőnek, pedig csak annyiról van szó, hogy előszeretnének neki adni egy színdarabot. Melyik színdarabot? Schillertől az Ármányi szerelmet, mondhatjuk. És mi lesz akkor, ha később írnak egy olyan színdarabot, amelyben bemutatják a Pártütők című színdarabot, és abban pedig bemutatják az Ármány és szerelem című színdarabot? Hát történik is valahogy ilyen, az csak az bizonyítja, hogy a színjátszás soha nem megy ki a divatból. Színházra mindig igénye lesz az embereknek. Miért? Mert jó egy kicsit belecsöpenni egy másik világba. Jó nevetni azokon a dolgokon, amelyeken a való életben sírhatunk, és sírhatunk azokon a dolgokon, amelyeken a való életben nevetünk. A harmadik felvonás tizedik jelenését vesszük. A végén kezdjük. A próbák alatt ez ment a rekedés. Hajma! Hajnalfi, Körmösdi, kántor, öregbíró. Hol van a kántor? Kicsit késik. Az uradalmi fogadóban múlatta az időt az este. Nagyon berúgok. Hát, de hogy? De az úri kisasszonyért, akinek csapta a szelet, azért már nem állok jó. Melyik úri kisasszony volt az? Ne szólj szám, nem fáj fejem. Ferko, olvasd be a kántort. Itt van nekem saját szerepem. Csak beugrasz helyette próbálni, amíg meg nem érkezik. Rendben, kezdhetjük a próbát. Körmösdi, kezdj! Hajnalfi uram! Tudja az úr, miért áll most mi előttünk? Mi ez? Közvéleménykutatás, egyszerű csevegés az uradalmi fogadóba? Körmösdi, maga a dühös Hajnalfira. Úgy beszéljen véle, mintha legalábbis szájon akarná vágni. Hajnalfi uram! Tudja az úr, miért áll most mi előttünk? Most akarom hallani azon szándékkal, hogy így méltatlan bánásért, törvénytelen erőszakoskodásért elégtételt vegyek. Mi ez a kedélyes csevegés? Önök dühösek egymásra. Kiabáljanak egymással. A végképp nem megy, gondoljanak arra, hogy rám haragszanak. Az menni fog. Az úrnak felelni kell. Nem panaszt tenni. Először is kérdezem. Hogy hívják Hajnalfi uramat? Mire felelje? Neve? Hajnalfi László. Hallom, gazdag.
Annyi van, hogy másra nem szorulok. Miképpen szerezte? Szerencsés kereskedés által. Miféle leányokat tartott a házában? Testvérem gyermekei. És miért nem jár templomba? Mert a höbögő kántort elúgtam hallgatni. A szomszéd faluba járok. Ez megbántás. Én híres kántor vagyok. De ide azon írva, hogy hamisan kell énekelnem. Akkor énekelj hamisan! De melyik dalt? Teljesen mindegy, csak ne a himnuszt, meg ne a szózatot, mert azt rossz néven venni az úri közönség. Sej nagy abonyban, csak két torony látszik. Abonyban ezt se énekelt hamisan. Inkább ne énekel. Ennyi. Köszönöm. Elég is. Milyen volt? Borzalmas. De ezzel már nem tudunk mit tenni. Véleményem szerint jó volt. Nézd már, miből lesz a cserebogán. Miért? Tudod, Isten! Kisüldi mindegyik színdarabját olvastam. A kérőket, a pártütőket, a Mátyás deákot. Elég, elég. Hiszek neked. De ha ennek nem rendezett. Arad megye országgyűlési képviselője vagyok, de az országgyűlésben nem idegeskedek ennyit, mint én. Akkor ki fogja a többi színdarabot rendezni? Mindenki azt várja, hogy Batternai Imre rendezze a többi előadást is. Legyen meg az akaratuk. Batternai Imre fogja rendezni a többit is. Az ifjabbik. Gyere, nézzük meg, merre járnak a színészek. Addig mi mit csináljuk? Próbáljanak. Egymásnak még szavazzak. Tudjátok, hol a legjobb próbálni? Az uradalmi fogadóba. Egy jó magyar bor mellett. Szívemből szóltál, de Batternai megtiltotta. Majd az oldaljattól megyünk be az újszászi út felől. Jó lesne. Vagy kettő? Ellen, te tényleg inni akarsz? Csak egy kicsit, de közben figyelek ezekre. Nehogy nagyon felcsönök a varatra, mert akkor nem lesz előadás. Látom, kész a díszlet. Nagyon igyekeztek. Ó, ez a János. Antos János. Amikor kihozott az égőházból Kolozsvárat, nem gondoltam, hogy viszont látom. Most meg itt van. És azt mondja, szeret. Azt mondja, akkor szeretett belém, amikor megmentett. De lovagias természet bárkit kihozott volna, de aznap a jóisten úgy intézte a dolgokat, hogy nem bárkit, hanem engem mentett ki. Bátor ember és igazi hazafi. A derekára kötve hozta vissza a zászlót, amit édesanyám bent tábornoknak. Már alkonyodik, jönnek nem sokára, a Mili szerencsés vagy, a hadnagyok gazdag, szabad magával, semmi barkörömi, nem ellenzi szeretteteket. Katalin! Katalin! Édesanyámnak nem a vendégeket kellene fogadnia? Majd Ürményi gróf és édesapád fogadja őket. Téged kerestelek. Ide figyelj, kisasszony! Meddig óhajtasz még játszadozni Antos úrral? Játszadozni? Addig játszadozol vele, hogy megunja, és te vénán maradsz. Szeretette ezt az ember? Igen, igen, édesanyám. Akkor ideje megkomolyodnod. Na, egy kedves, mosolj, és rögtön megkéri a kezedet. Most még próbálj egy kicsit, majd én édesapáddal megyek utána. Minden rendben? Teljesen. Édesapja? Ő is, készen van, teljesen. A színészek? Ők is, teljesen, azt sem tudom, hol vannak. Nem tudja. De én tudom. Már a gróf úr elébük ment kocsival. Nyugodjanak meg, én is megyek elébük. Hát nem vált be a szesztilalom? Batternai úr megparancsolta színészeinek, hogy amíg le nem megy az előadás, messze kerüljék az uradalmi fogadót.
ő meg ott iszogat, és előre siratja az előadást. Az előadás még lehet siker is. Hiába mondtuk neki, nem igazán értette meg. Vár úr, már elment érte kocsival. Ezek szerint lesz előadás? Lesz. Menjünk mi is. Öltözzünk ünneplőbe. Adjuk meg a színháznak és a színészeknek a tiszteletet. Szedjék össze magukat! Ma este itt egy fontos előadás lesz! A nézők azért utaznak ide, hogy lássák és hallják magukat. Az ilyen előadásoktól függ a magyar nyelv, a magyar nemzet sorsa. Még a nagy színészetet is úgy kell fellögdösni a színpadra, annyira lámpalázosak. De ha a világot jelentő deszkákon vannak, akkor minden megváltozik. Olyan, mintha egy másik világba léptek volna. Úgy mondja, bár úr, mintha ön is színészkedett volna valaha. Nem, nem. De sok színészt ismerek. Menjenek! Készüljenek! Előadás az oroszok által porrá égetett Losonc városának adományozzuk. A hadijárvák javára külön előadást fogunk tartani. A losonci tűzvész teljesen felborította a terveinket. Apropó, megértünk pár bankóvesztést már. Ez a 100 forint 2020-ban mennyit fog érni?
170 év múlva? 350 ezer forintot. És 2022-ben? Két év múlva. Ha jól számolok, 500 ezeret. Nos, foglaljuk el helyeinket. Köszöntöm Önöket a Nagyabonyi Színkör első előadásán. Előadatik Kisfaludi Károlytól a Pártütő című színdarab. Abony színház szerető közönsége eddig csak hivatásos színészek, vándortársulatok előadásainak tapsolhatok. De ma este ismerősöket láthat a színpadon. Így többek között Radák Katalin bárókisasszony, Valmi Károly és Torma János asztalos mestereket, Polnár Pál tanítót, Márton Manci tanítónőt, Márton Ferenc diákot, valamint jó magam és ifja Batterna is megjelenünk egy-egy szerepben. Az abonyi műkedvelő színjátszás bölcsőjét Kossuth Lujza ringatta. Sajnos családi okok miatt nem tud személyesen ma itt lenni, de gondoljunk rá szeretettel és hálával. Reméljük, hogy az utókor sem fogja majd felejteni Kossuth Lujza örökségét, és ez az előadás is méltó lesz a Kossuth Lajos névhez. Ha valami mégsem lesz tökéletes, legyenek velünk elnézőek, ez az első előadásunk. Kérem, tartózkodjanak a tojás és paradicsom dobálásról. Gondolám élni értemek és ím háborgatnak szomszédi. Rontják, rabolják értékeimet. Képeslap nevem napjára elévült szokás. Újság! Várjon, mi történik a nagyvilágban, mióta elvonultam tőle, csak hazám érdekel. A Nemzeti Színjátszó Társaság több helyeken már tartós lábra kapott, és avval a reménnyel kecsegtett, hogy e hasznos igyekezetet, hazámban elterjedvén, ezen nemesebb részét a szép mesterségeknek nemzetünk is méltányolni fogja. Hála az ég urának, hogy ezt is megértem, hogy édes foni anyanyelvünk feldíszlik, és befogadja az örömet lehelő Helikon szüzeit. Ez a hír egészen felvidámít. Kedves bátyám, örvendek, hogy szemében valami titkos öröm szikrázik. Ki ne örülne, ha hazáját így szereti, akibe e szent érzés még ki nem halt. Olvasd! Kellemetes újság. Öcsém, előmegyünk. Akármit kiáltoznak ellenségünk, előmegyünk ellenére a sok elfajultaknak. Minden nemzet megörökíti őseit. És az utóbbi kornak azt előadja. Csak mi maradnánk hátra? Hány nagy királyokkal, hány nagy világismerte vitézekkel bővelkedik történetünk, és nem volna elég ecsetünk azokat festeni? Nem volna erő azokat sírjukból föltámasztani? Mit te ragadtatik, édes bátyám? A szív lángol. Előmegyünk, öcsém. Ennél szebb hír nevem napján nem is érhetett volna. Add ide az újságot. Így, hogyha a rágalmazás irítség nevemet tapossa, ezt olvasom, és felvidulok. Mili, Rózi! Na,
Gyertek már! Tudjátok-e már rajtokat? Én tudom. Minden hiba nélkül. Az jó, de fel nem fogadom, hogy barátim még nem válaszoltak levelemre. Biztos maguk jönnek levél helyett. Okosabb is. A hadnagy biztosan eljön, ha törik, ha szakad. Károly sem marad, ha mindjárt a világ felfordul is. Azt írtam nekik a rejtelmes levélben, szerepnevükön szólítva őket, hogy este jöjjenek, a kert van a szökjenek házunkba, nehogy bátyánk őket megsedítse. Ti várjátok őket, és egyenesen a nagyszobába vezessétek. Nagy meglepetés lesz. Vili, mit gondolsz? A hadnagy igen természetesen játszom majd a szerelmest? De bátyám! Mit csinál a Kendi? Hiatalon bejárok el! Látom az egyenes állásából. Óvassak el! Ide van akasztva! Mi van benne? A tédulán az van, hogy a mai naptól fogva egyetlen polgár se merje magát leinni, négy garas büntetés alatt. Komám! Nincs pénz a helység kasszájában. Szar, Kent fog vigyázni. De a másikon limitáció van. Mindig limitálnak, Kentek, most mindig drágább lesz. Nem azért van, hogy megtartsák, csak hogy ott függjön. Az ördög lenne bíró, hogyha mindent az írás után kéne cselekedni. Volt Kent a Komám asszonynál? Most jöttek. Azért tartja Kentet a helység, hogy engemet szolgáljon. Tüstér, menjen, Kent. Magára is panaszolom a Kovács mester. Bár mióta kértem a szenet, és még mindig nem hoztak el. Amikor magamnak sincs. Az semmi. De a becsülettudó ember tudja, hogy először az előjárót tekinti, aztán magát. Értik el? Majd, ha lesz, adok. Nem most se szín, se munka, se pénz. Olyan az elszényem, mint a fúvóm. Egyikben sincs szusz. No, Isten kendel! Mint romlik a világ? Az elő. Ha az öreg bíró csak rápillantott valamire, már megkínálták vele. Most a kérése is aligadnak. Megjött kell. Ma soká oda maradt. Tanács, úgy végeztem. Bíró maradtam megint. Senki nem volt ellene? Egy néhány tanács bérinek áldomást ígértem. Estvére, ha valamelyik leissza magát a köznép, ne lássa. Na én megyek, elkészítek minden. Akárki mit mond, igen, Derék asszony az én feleségem. Nem hiába vettem feleségül, azóta jól megy bíróságom. Öreg bíró uram, hogy van kell? Jó, csak sok a gondolom. Hát az csak tűrhető. Helység, rajtam fekszik. De nála, a mizéria beszállt. Hogy? A fiam ezen garibát okoz. Szerelmes. Kinek hova? Annak az úrnak, aki abban a nagy kőházban. Lányában. Leányaiban. Valamelyikben. Mindkettőben. Minden nap a kertek aláják furiázni. Most kaptam rajta. Különben az a hajnalfi, az gazdag ember. Hirdeti ugyan, hogy az értékeit a háború alatt szerezte, de az nem igaz, mert más ember a háborúban megszegényedik. Az a sok vendég. Nem véletlenül járnak oda? Esznek, isznak, dobzódnak. Templomban nem jár. Rossz emberek? Gorosz tévők! Bűnökkel terhelt és gonoszságban tetézett az egész háború. Már csak valami titokra jöhetnénk. Ádám és szerencse szálljon Kentekkel. Isten hozta Kántor uramat. Megjött a városból? Igen, most szálltam le a kocsiról. Mi újság? A Kántor kollégámnak torka fáj. A Dunán egy hajót láttam gőzbe. Aztán egy ember a városon kívül Bordóba ült, és elutazott a levegőbe. Mit mond Kentés? Merre ment? Amerikában. De én hozok is ám valamit. Levelet. Kinek komád? Hajnalfi uramnak. Hadd lássam. Már haza akartam indulni, mikor egy úr megszólít, és azt kérdezi, hol lakom. Én megmondtam, és hát ezt a levelet nyomta a kezembe. Adja be Kend, úgymond, hajnalfi uram házába. Hát, örülni látszott, hát elhoztam. Ebből valamit kitanulhatnánk.
Mi lehet ebben a levélben? Oldom a komáknál, itt lesznek mindjárt. Jaj, nekem nyitva van a levél. Mit gondolnak, Kentek? Nem jó volna elolvasni? Mondom, adja Kendire. Öreg bíró uram? Én ítélni szoktam, nem olvasni. Mi csak ítélni szoktunk. Na, majd olvasom én. Vigyázzanak ki. Kedves barátom, vettem leveledet, és nagyon örülök azon plánunknak, és szívesen abban segítlek. Mihelyest a nap hanyatlik, kocsira ülünk, és hozzád sietünk. Már a járást tudván társaimmal látatlan beszökünk. Hajrá, kedvek, szöknek! Ha dolog jól esünk, és a major Luizájával a mérget szerencsésen megitta, tehát... Nagy Isten, méreg! Tehát vígan töltsük az estvét. Sátánok, még vigadni is tudnak a gyilkosság után. A prezidenszt megragadta. Prezidensz. A miniszter. Oda vagyunk! Párbütés! Rebellió az embert megétetni méreggel. Megjártuk. Nincs katona a helység. A marsalkat medicinírul ugyan, de a pisztolyt mégis mellének szegezem. Pisztoly! Puska! Ágyú! Mely hadi eszközökkel járnak? Silenciu! Az öreg muzsikusnak készíts jó bort, hogy elfelejtse leánya halálát. Gyilkolni, ölni, rabolni muzsikus ajánlnak! Most bökje meg, Kent uram, a homlokát! Itt az ínséglám! Háború! Dök halál! Végső ítélet! Na, szedje össze magát, azt olvasod tovább! Tisztelem, Mili! Azt üzenem, hogy ne féljen, jól fog menni. Az ország boldogsága most rajtunk függ. Ha az uradalmat nem hátáltatjuk, a tanácsbélieket hasd össze, mondd meg neki, hogy pártütés van a helységben. A minisztert hozzák, titkot tarts! Megyek, sietek! Talán, ha a tekintetes körmözi táblabírót otthon találnám. Mondd meg tekintetes úrunknak, bölcs tanácsával, mentse meg hazáját. Na mindenki a gyűlésben! Pártütés! Ki gondolta volna? Majd bámul az egész ország, ha megtudják, hogy egy idős nő által, egy öreg bíróni által tudódott ki az egész. Mind fog irigykedni a tiszteletesné, ha megtudja, hogy én milyen hírnévre kapok. Férfi, kifelé a tanácsból. Ha valami hibázik, szóljon. Jön meg, én helyemre megyek. Szeged, szeggel. Jó magyar közmondás. Hol a tanács? Tanácstalan vagyok. Öreg bíró uram! Jöjjön, megérkezett a tanács! Isten hozta Kenteket, barátaim!
Na, fogjunk hozzá. Halljuk, halljuk, halljuk. Csak pénzt kérem. Se pénzt, se munkát, de jó tanácsot. Abban szolgálunk. Emlékeznek kentek három esztendő előtt egy kereskedő nálunk földet, rétet vásárolt. És ezzel a szép egyensúlyt kös helységünkben elrontál. Mert templomunknál nagyobb házat épített. Hogy magának él, hogy se hozzánk, se templomba nem jár. Eretnek. Eretnek? Gyilkos, pártütő. Nem tréfát. Ma este eljönnek cinkosai. Mérget, pisztolyt, puskát és egyéb dörgő szerszámot hoznak, holnap tüzelnek, holnap után ülnek aludni. Honnan tudja ezt? E levél által. Én hoztam. Én nyitottam fel, Willem nálam még mondom ezt. Csendet kérek. Ez a levél mindent elmond. Ma este jönnek a pártügyük. Mit évők legyünk? Talán jó lenne, ha két ember telejükbe küldenénk, és megkérhetnénk, hogy egy kicsit elmaradjunk. Deputáció. Rossz embereknek a kérés nem használ. Talán megalkudni velük, hogy a helység fizesse védelmi pénzt. Legjobb lesz őket elfogni. Hajnalfi uram házánál, a szabadban, váratlanul rájtudni. Els? Én a fegyverrokogástól már elszoktam. Én, mint öreg bíró, a tanácsházánban dolgom. Els? Onnét messziről irányítanom a dolgokat. Kovács komám táborkocsis volt, vitéz forma ember, ő már ágyókör is forgott. Hossz hínünk terül. De több ember kell. A gyalogság ijessze meg őket. És miután elszaladnak, a lovasság fogja meg őket. Ha már elfogtuk őket, félrevegyük a harangot. Hajnalfírumat elfogjuk, de kivezesse a lovasságot. Ha lovam volna, magam is elszánnám magamat a közjóért. Én mit is kártam? A lovat én adok. Nem lát ugyan, de annál jobb, mert nem ügyed meg az ágyú dörgést. Meg is ülöm én, csak tessék többeket mellém rendelni. Itt a kovácsmester. Köszöntöm, kentett bajnok ember. Nagy becsület. Bizonyos embereket ma el akarunk fogni, és kentben van minden bizodalom. Kendre bízzuk a dolgot, dicsőség vár önre. Kérem, intézd a dolgát. Szívesen, megmutatom, ki vagyok én. De miről fogom megismerni a pártütőket? Az a levélben nincs benne. De a kertek alján vigyázom, Kendre. Aztán nem ártana a képét még feketébre festeni. Talán megijednek. Megmutatom, ki vagyok én. Csak reám bízzak. Na, vége a gyűlésnek. Ma este újra gyűlés lesz. Jöjjön a bíró! Jöjjön a bíró! Jöjjön a bíró! Jöjjön a bíró! Holnap az egész világ rólam lesz. Még a király is meghallja, mi nagy beszedelemben volt országunk, és én voltam a megmentője. Már Alkonyodik jönnek nem sokára. Mi szerencsés vagy mi? A hadnagyot gazdag, szabad magával, semmi bal körülmény nem ellenzi szerelmeteket. De az én Károlyom szegény és árva. Csak a jó szíve, és szerelme minden érték. Oly gazdagság az lenni, a szerető szív többet nem kíván. Légy nyugodt és reméljük a legjobbakat. Hallod? Szörgés lépése. Talán jönnek már. Ó, csak a prókátor fia alkalmatlankodik.
mi vagy? Kész ugye a halálra! Kendasz, kisbíró, de megijesztett. Te vagy Palkó, mit keresztsz itt? Itt fújjam el a búmat. Menj haza! Itt csata lesz, a pártütőkkel itt megütközünk! Csata? Én is inkább csatázni akarok. Fegyvert akarok. Akkor ezt! Fogjad, fújjad, aztán is bánj, Leopár! Na, gyerünk! Húzzuk valami! Eddig szerencsésen eljöttünk. Már talán várnak is bennünket. A kocsit haza is küldöttem. Néhány napot itt fogunk múlatni. Észétársaságban szívesen. A pisztoly nálad van? Igen, de az inasom elmaradt. Hé! Hey, Jakab! Jakab! Erre vagyunk! Ne is szózat! Mili, édes Jó, Mili! Csak erre károm. Az inasom elmaradt, azt meg kell várnom, mert a végén mindent elárul. Inkább elébe küldök valakit, csak jöjjenek gyorsan! Megállj bárkitől! Kik vagytok? A helység emberei! Megfogunk pártütőt! Istenért, mi ez? Rajta meg ínyek! Vissza! Senki ne közelítsen, aki életét szereti! Uraim, mi nem vagyunk pártütők! Ismerünk? Sok lesz ez tréfának, én lövök! Segítség! Fogjátok meg! Félre, ha mondom! Előre, ha mondom! Vesz tehát! Fogom már, menjünk már, itt ember! Megálljatok! Ezek ám a vitézek! Meglőttél valakit? Dehogy, vaktöltés volt csak. Élek még az urak! Jöjjenek gyorsan! Micsoda meleg nap! Én amióta kisbér vagyok, én mindenkit nem izzadtam. Állj! Megint jön valaki! Mindegy, ragadjuk meg hirtelen! Megvagyom szeretem! Az uramat keresem! Tömlözd be vele! Ártatlan vagyok! Az urak rám parancsoltak! Rád parancsoltak? Komám! Ez a miniszter! Isten engem úgy segél, ez a miniszter! Na majd én szólok vele! Hát csak ugyan erőszakkal hurcolták ide? Igen, rám parancsoltak. El kellett előbb jönnöm. A miniszter! Hát úgy volt a levélben is. Hát nézd, csak uniform is van rajta! Olyan szétek el! Kegyelmes uram, kérem bocsásson meg, hogy ezer illetlenség érte, de a gonosz fel van fedezve, mert ma akarta önt ölni. Engem megölni? Mit mond kell? Valóban nincs más kép, itt excellenciának meggyilkolták volna. Tessék excellenciának velem a bíróhoz fáradni, és ott magát kinyugodni. Te! Uram! Itt veszedelmes! Látjátok, emberek? Ezt a jó urat megmentettük. Többit csak elvégezzük. Hát én azért szaladtam meg kicsit, mert hát nem szokás egynek kettő ellen viaskodni. Aztán én oda veszlék. Hát kivezetnék enteket? Lassan, megint közelednek. Minden köpenyeget vessünk fejükre, hogy ne lássák hová lőnek. Értik, kentek? Most sejtőzzünk el, aztán egyszerre kirohanunk, elviszük őket. Körnösd, uram! Itt a kertek alatt mindent megláthatunk. Notárius uram, én alig jövök magamhoz ezen váratlan hírtől. Rebellió az országban, mi szerencse, hogy kentek felfedezték. Csak a spektábilis úr próbált bölcsességébe bízni. Megteszek mindent. Örvendek, hogy hozzám folyamodtak. Roham, ragadj meg! Mi történik? Gyerünk! Csak elmenek! Foglalkozzanak! Gyerünk! Győzedelem! Mint mondám, kezemhez nem jött levél. Fel nem foghatom, pedig egy idevaló embertől küldöttem. Rossz kézbe adtad. Ezek az emberek, ahol lehet, ellenkeznek és károsítanak minket. Talán maguk sem tudják miért. Ha bátyámnak volnék, régen elkötöztem volna. Valakire vigyáznak, mert minket is megtámadtak. De a lövés elijesztette őket. Lőttetek reájok! Leszállt zenevona? Az inasomat alig, ha nem el is fogták. Sajnálnám, ha mulatságunk semmivé lenne. Remélem, nem. A sok szereptanulás, dolgozás hiába esni. Én fogaimmal el vagyok készülve. A darab jól fog menni. Reméljük, a kritika is kegyes lesz, mint hogy első mutatványunk. A bátyánk örvendeni fog, mert nagy kedvelője a teátrumnak. Mindig az volt a kívánsága, hogy honi nyelven látasson valami színi előadást. Csak azok az emberek zűrzavart ne tennének. Ha az inasomat el is fogták, már csak náluk hagyom addig is, amíg elvégezzük a játékot. Örvendek, urak! Mili! Én szavamat adtam. Most rajtad a sor. Bátyám engedelmével beteljesedik legszebb kívánságom. Nem titkolom tovább szerelmemet. Barátom,
Ezen nap engem igen szerencsésé tehet. Rúgom szerencséje az enyém is. Édes bátyám. Szerencsés vagy. Bár én is elmondhatnám ezt. Én még messze vagyok célomtól. Hol marad Rózi? A bátyánkra vigyázz. A bácsik jön! Menjetek a szobába a szerephez öltözködni, minden készen áll. Fél óra múlva kezdődik a játék. Sokat vártam ezen naptól, és senki nem jött. Mai estvét szíves barátok közt gondolám tölteni, de magunk maradtunk. Még nekem van reményem. Már este 8-ra jár az óra, pedig én már ebédre vártam barátimat. Minden olyan különösnek tetszik ma. A bírák egész nap gyűléskednek. A nép, a helység házához tódul. Több órája mindenféle emberek szerszámokkal felfegyverkezve kertem alatt lapnak. Talán valami haramiát üldöznek. Előbb egy asszony jön udvaromba, azt javasolja, szökjem el, mint hogy a pártütés kitudó. Micsoda? Pártütés? Előbb két embert vittek kötözve a helység házához. Kertem végébe fogták el őket. Nem hallott őket beszélni, bátyám? Nem vehettem ki, kik lehettek azok, mit beszéltek. Egy szép kérésünk van. Szólj! Egy kis fertály óra múlva valamit fog látni, uram bátyám, jó szívvel vegye. Ha tehetségemben áll. De uram! Tudunk ám minden, csak semmi erőszakoskodás nélkül. Gyere tömlődve! Haza szeretett. Na meg az a tudatlan Kovács. Nem haragszom. Ami történt, megtörtént. Ahogy a Kovács elvégezte a dolgát, azonnal karodába záratom. Az emberről így bánni. Minden csontom fáj. Megbocsájtom. Nincs idő most így gyermekségekről konzultálni. Tehát minden rendben vagyok? Igen. A Kovács hajkurászra pártot őket. Hajnalfi uramért pedig a kisbírót küldtem. Nagy dicsőségére válik a helységnek, azaz a tanácsnak, hogy vigyázások által megmentették országunkat a polgári háborútól. Nem szoktam dicsekedni, de igen sokat tettem. Ha jól értem, a minisztert megmentették. Alig várom, hogy tisztelhessem ő excellenciáját. Hát a házamban van, de igen jó étvágya van ő excellenciájának, mert 12 gombócot, meg ugyanannyi óbort a hasába nyomott, és még valami tyúkot is emlegetni monitóztatott. A levél nálam. Corpus delicti. A vallatásra szolgáló dokumentum. Kezdhetjük, ő excellenciája. Ő határozza meg, hogy kit hozzunk szín elé. Az orgazdát, azaz Hajnalfi uramat. Hajnalfit hozzátok. Hajnalfi uram, tudja-e az úr, miért áll most mi előttünk? Most akarom hallani azon szándékkal, hogy így méltatlan bánást ér. Törvénytelen erőszakoskodásért elégtételt vegyek. Az úrnak felelni kell, nem panaszt tenni. Először is kérdezem, hogy hívják Hajnalfi uram? Hajnalfi László. Hallom, gazda. Annyi van, hogy másra nem szorulok. Miképpen szerezte?
Szerencsés kereskedés által. Miféle leányokat tart Kend a házában? Testvérem gyermekei. És miért nem jár templomba? Mert a höbögő kántort elmutam hallgatni. A szomszéd faluban járok. Ez sértés. Én híres kántor vagyok. Szóljon öreg bíró uram, az egész tanácsul együtt. Hányszor megikadtam önöket szívre ható énekei mártam? Bizony. Sítunk, rítunk. Írunk van. És miért nyomja kalapját a szemébe? Hogy a sok rossz embert ne lássam, ki fok nélkül károsítanak. Kit akart megölni? A levélben méregről szólanak. És miért szegezett pisztolyt a főmértóságú marsalló mellének? És ő excellenciáját, a prezident minisztert, miért kényszerítették magukkal eljönni? Nem tudom. Nevesse? Vagy bosszankodja? Én. Semmit nem tudom. Nem tud semmi? Majd akkor mindjárt komportáljuk a többiekkel. A többi társak is az a sabi bíróra. Nem kívánom kárát, legyen igaz vallást. Az minimálni fogja büntetését. Mert a dolog fontos, az életével játszik. Mit látok? A terhelő bizonyíték! Érdemes gyülekezet! Ezt az öt pártütőt én fogtam el. Egy szobában öltöztek. Az ajtót rájuk törtem. Nagy viadal által, melyben védelmezték magukat, melyben embereim vitézkedtek, foghattuk el őket. Barátim, nem tudom, mit gondolja. Itt már hasztal a minden tagadás. A feltalált fegyverek, a méreg nyilván hirdetik védte szándékukat. Pártütő, gyilkosok. Gonosztevő! Ki írta ezt a levelet? Hadd nézzem. Valóban, ez a levél. Ez az a levél, melyet neked írtam játékunk véget. És ha jól emlékszem, ennek a becsületes embernek adtam oda. Instálom. Én nem vagyok becsületes, hanem kántor. Mit nevetnek? Meg vannak átalkodva. Tehát kántor uramnak adtam azon szándékkal, hogy kezethez szolgáltassa, és amit látom, sikerült. Tehát ez adott okot elfogadásunkra. Édesbátyám, érdemes gyülekezet, én kifejtem a dolgot. Nem kilite fejtés! Vonáltal látásunk. Tanácsok vagyunk. Tanácsok bizony. Tanács. Csendesség! Hallgatás, vigyázás! Hadd szóljon! Mint hogy ma bátyánknak neve napja vagyon, neki kedveskedni akarván megkértem barátimat, hogy azon halhatatlan Schiller, Kabale und Liebe szomorú játékát, mit én magyarra fordítottam, Ármányi szerelem előadjuk. Ezen abból a hátulsó nagyszobát teátrumra fordítottuk, barátaim beszöktek, hogy bátyánk ne sadítson semmit. Kedves öcsém! A levelet, melyből a bölcs tanács pártütést gyanított, én írtam, és benne a szereplőket az előadandó játékban szereplő nevükön neveztem. Itt áll Major Walter, itt a muzsikus Müller, itt Lóza Ajnak leánya, itt Lady Milford, magam pedig a prezident szekretáriusa. A méreg? A pisztoly? A darabban szükséges kellékek. Nem igaz! Csak koholt az egész történet! Tudják meg az urat! Megdönthetetlen bizonyságunk vagyon! Ő excellenciája, a prezident miniszter! Bámuljanak, rettegjenek! Kegyelmes uram, tekintsen ide ezen emberekre, és tegyen igazságot a gonosztevőkkel. Ha! Jakab! Mely nagy polcra léptél? Szép miniszter, hol maradtál? Bocsánat, ha nagy uram, ezek az emberek erővel a bíróhoz vezet. Az inasom, elmaradt tőlem. Mely szemtelenség? Ő excellenciájával! Valóban meg kell vallanom, szegény inas vagyok. Elhagyom! Én még kezet is szófoltam neki! Ironiát, köszönöm a jó tartást! Való igaz! Inas Kend? Itt áll az uram! Nem tudom, mit tegyek. Hú, ezt megjártuk. Bakot lőttünk, jaj! Ej!
Már miért nem pártütés? Az ember legalább becsületesen elvégezhette volna a dolgát. Talán jó lett volna rájuk parancsolni, hogy tisztességes pártütést csináljanak. Hallgasson! Egy bírótól így tanácsot hallani! Követte, mit csak egy kis bíró vagyok. Bíróné asszonyom, mindennek az oka. Miért kellett akkor felnyitni a levelet? A becsületes ember átadja a reálízott jószágot. Tehát a költség, a bor, a pálinka. Kovács mester, megadja a pálinka árát. Nem én, hiába nem fáradtam. Sajnítottam én, hogy baklárma a dolog. Azért sietem igazságot tenni, nehogy az ártatlan szenvedjen. Különösen örülök, hogy szerencsém van így nemes urakkal megismerkedni. És Hajnalfi uramat neve napján köszönteni. Táblabíró uram, köszönöm. Én megbocsájtok. Legyen vége a háborúságnak. Áldott jó ember ez a Hajnalfi uram. Kegyelem néz ki a szemébe. Ti kedves gyermekeim pedig, vegyétek köszönetemet. Édes bátyám. A ti szíveteket keresztül látom, ám bár nem szóltatok. Szép reményeteknek betöltését ígérem. Táblabíró uram és ti szomszédaim, gyertek házamba, legyetek vendégeim. Békepohárral kínállak benneteket. Ami a költségeket illeti, azt magamra vállalom. Tehát szomorú játékunk végségre fordul, ha egy nyájas pillanatot szerezhettünk, ha édes mosolygás jutalmaz bennünket, megelégszünk. Mert a jóked legszebb virága e komor életnek. És mikor látjuk a legközelebbi rendezését? Gróf úr, én inkább maradok Arad megye országgyűlési képviselője. A fiam majd rendezi a többit. És megvirkózik a feladat? Biztos. Nekem volt a legjobb mesterem. Nem lesz hiba a többi színdarabban sem. Katalin, Katalin! Gyönyörű volt. Emlékszik, mit ígért? Az előadás után választad nekem. Igen, igen, de mit is kérdezed? Hozzám jönne feleségül. Kérdezze meg édesapám, hódaad megy. Báró úr, tisztelettel megkérném önt a drága lánya kezét. Legyetek boldogok! Áldásom gátok! Hát az előadást és az eljegyzést meg kell ünnepelni. Jöjjenek az úri fogadóba. Uraim, uraim és hölgyeim, és az egész abonyi szírtársulat a vendégem. Jöjjenek!
Már nem is akarok festő lenni. Ez az előadás meg minden annyira tetszett, hogy inkább író leszek. Színdarabokat is írok, és rendezek is. Ajaj, éhen fogunk halni. Lesz író jánevem is. Szeretem a bony. Ezért a vezetéknevem az lesz, hogy Abonyi. Édesapámat is szeretem, őt Lajosnak hívják, felveszem az ő nevét is. Abonyi Lajos néven fogok írni. Abonyi Lajos. Abonyi Lajos. Engem is szeretsz? Téged is szeretlek. Akkor feleségül is veszel? Milyen boldogok leszünk. Te híres író leszel, Abonyi Lajos. Én pedig Márton Ferencné, Tasnádi Szűcs Klára tekintetes asszony. Nem ért ez a szóból? Nem veszlek feleségül. Fogsz te még gyűrűvel a kezedben térdelni előttem, Márton Ferenc? Tudatjuk az abonyi lakossággal, hogy 1864-ben Zsaroljáné Márton Ferenc és Tasnádi Szűcs Klára házasságot kötöttek. Most pedig kérem a színpadra a szerzőt, Beres Tamás, akinek az előadást köszönhetjük, illetve a rendezőt, Király Bélányi.
Thank you.